Köszöntjük a kedves nézőket, az amatőr labdarúgás kedvelőit itt a kaposvármos.hu-n. Mondhatni premier az, amit most önök látnak, ugyanis ilyen, hogy futballmérkőzést ráadásul a sportcsarnokból innen Kaposvárról közvetítsünk élőben még nem volt tudomásom szerint. Ugyanis itt vagyunk a sportcsarnokban, Kaposváron a 21. Mézga Pexnek farsangi labdarúgó kupán, ahol a Most Média csoport csapata a mézgás szülőkkel csap össze. Most már melegítenek itt a fiúk előttünk. Vannak nagyon ügyes fiatalok, akik itt olyan szintű zsonglőr mutatványokat mutatnak be néha a labdával, hogy nekem is csak a tátott szám marad, és a kikerekedett szemem. Azért az nagyon jó, hogy a csapatunkat, például a Most Média csoportot úgy válogattuk össze, hogy nagyon sok családtag van, ugyanis a fiúk nálunk, hát hogy is mondjam, nem azok a sportbarátok, sokkal inkább szeretjük nézni a focit, mint űzni, ugyanis jobban járunk, hogyha a tévé előtt maradunk, és nem próbálunk meg másokat szórakoztatni, mert annak mindig sírás a vége. Úgyhogy mondanám is, hogy kik azok, akik a Most Média csoport színeiben lépnek pályára. Itt van velünk Jakó Bence, aki jelenleg a kapuban áll. Ő Stein Petra kolléganőnknek a kedves párja. És nézzük, hogy itt a bemelegítésen. Hát igen, Cserhalmi Krisztián volt, aki rárugott a labdára. Ő még egy új kollégánk, aki a közelmúltban verődött hozzánk, és hál' Istennek kicsit javítsa úgy az átlag életkor arányát, mint a futballozni vágyók, szeretők és tudók csapatának a táborát is gazdagítja. De itt van még velünk Horváth Szabi. Jaj, Szabikának a tegnap volt a születésnapja. Most már egyre inkább közeledik a 4. X-hez, de addig még sok van. Ő a zenei szerkesztője a Rádió Mostnak, és nagyon gyakran lehet őt hallani a Rádió Most frekvenciáján, a 91.2-n, de majd megnézzük ma, hogy mire képes a pályán. Jelenleg a labda itt pattog előttünk, aki pedig passzolgat. Hát folytassuk akkor tovább, hogy kik is vannak itt. Jakó Bencét említettem, itt van Csanádi Rihárd, kedves Csanádi né Cseke Andrea kolléganőnknek a fiacskája, szép, hosszú, nyurga legény. Ő is jelentősen hozzájárul az átlag életkor javításához. Itt van velünk Parrag Zsolt Pió. Róla nem tudom, hogy mennyire tudják a nézők, azok, akik egyáltalán ismerik, hogy honnan is kapta a Pió nevet. Éppen integetnek itt nekünk a srácok. Pió az a személy, aki jelentősen hozzájárul az átlag életkor növeléséhez, ugyanis már az 5. X-hez közelít. Pió azért Pió, mert annyira tapad állítólag a lábához a labda, mint a pióca. És akkor ebből adódóan megragadt ez a név nála, aztán majd meglátjuk, mert eddig csak legendákat hallottam róla, de látni még nem láttam soha. Úgy vagyok, mint a jó Istennel, hogy hiszek benne, de soha nem láttam. Így vagyok a Pió futball tudásával is. És akkor Csanádi Rihárd egyet rugott a kapu közelébe, remélem, hogy a mérkőzésen majd jobban fog menni. És hát akkor beszéljünk egy picit még a maradék játékosokról. Itt van velünk Molnár Zsombor, Moli Vili, Moli kapitányunk fiam, de itt van velünk még Cseke László, itt van Széki Jakab, Széki Éva kolléganőnk, kicsi fiam, és Cserhalmi Krisztián, ahogy azt már az imént említettem, de beszéljünk egy picit az ellenférről, ők a mézgás szülők, a Mézga foci csuli tehetséges fiataljainak az édesapjai. Pályára lép a mézgás szülők táborában Vajda Norbert 8-as számmal, Berkes Zsolt 4-es számmal, Kujáni István, aki a 13-as mezt viseli, de itt van velünk még Berger Krisztián 15-ös mezzel a hátán, Lacó Ferenc 11-esben játszik, de itt van még Szendrői Roland, aki a 9-es mezt viseli, Bánfalvi Balázs, aki az 5-öst, Reinher Péter, ő lesz a kapuban tudomásom szerint, de jelenleg a kapu olyan üres, hogy húzat van benne, és még velünk van Antal Ferenc Nándor, aki a 6-os mezt öltötte magára. Az eddigi mérleg, ugyanis ha jók az információim, akkor a Most Média csoport foci csapata és a mézgás szülők ezennel harmadik alkalommal csapnak össze itt a sportcsarnokban a Mézga Pexnek farsangi labdarúgó kupa alkalmából. Nem túl jó a mérlegünk, ugyanis információim szerint már kettő alkalommal kikaptunk a mézgás szülőktől, de hát nem véletlen az sem, hogy ezeknek a férfiaknak a gyerekei futballozni járnak szabad idejükben.
ez annyit bizonyít, hogy az édesapák is szeretik a focit. Na de majd meglátjuk, pár percen belül kezdődik a Mézga és a Most. Ezzel a névvel vagyunk ott az eredményjelző táblán. Két 20 perces félidőből áll majd a mérkőzés, és egy picit megmozgatják csontjaikat a Most Média csoportos fiatalok, illetve a Most Média csoport kollégái, valamint a mézgás szülők is. Most már nagyon élvezetes a melegítés, de kíváncsian várjuk azt, hogy mikor kezdődik a mérkőzés, de a hangos bemondó már mondott is valamit, amit én Isten igazából nem értettem. De hogyha hang jön a hangszóróból, akkor az jót jelent, mert akkor várhatóan elkezdődik hamarosan a mézgás szülők és Most Média válogatott mérkőzése. Jakó Bence kapusunk csak úgy tapad a labdához, nagyon komoly kesztyűt húzott a kezére. Komoly taktikai megbeszélés zajlik a Most Média válogatott házatáján. Hát lényegében, akik konkrétan nálunk dolgoznak a Most Média csoportnál, ők hárman vannak lent. Jó magam is szerettem valamikor nagyon focizni, és hát próbáltam tudni is, ám a sok foci a térdeimet rendesen helyben hagyta, és most már csak ennyi jutott, hogy innen fentről nézem őket. Mellettem pedig Benke Róbert kollégám az, aki a képi világért felel azért, hogy önök meg tudják nézni élőben a mérkőzést. De nagyjából ő is úgy van a focival, mint én. Sőt, Robi, te még nézni sem szereted, ha jól tudom. Nem, hevesen bólogatott, hogy nem, ő még csak nézni sem. De hát nagy rangadó vár ránk, kedves nézőink. És ott ül velünk szembe a lelátón a Most Média csoport női válogatottja, illetve a hozzátartozók, családtagok. Ott van velünk Varga Kata, Szék Éva, Senk Tünde, ott van Springman Andrea kolléganőnk, aki éppen fotóz, ott van Csanádiné Cseke Andrea, az ő kedves férje Gyuri, és Tein Petra is eljöttek biztatni a Most Média válogatottat, hogy lehetőleg a harmadik mérkőzés a mézgás szülők ellen újból ne kudarccal végződjön. Most már annyit rúgták a lasztit itt a fiatalok és idősebb becskék, hogy már én is be vagyok melegedve, úgyhogy éppen ideje lenne, hogy elkezdődjön a mérkőzés. Én most már kimondottan, izgatottan várom, ugyanis ez a közvetítés most nem csak a kaposvármost.hu-nak új, mert nekem is életem napjában nem csináltam még ilyet, úgyhogy mondhatni premier. És az is premier lenne, hogyha megnyernék a mérkőzést a Most Média csoport focistái. De közben érkeznek új kollégák. Most már megérkezett Vámi Anita és fia, azért, hogy kicsit a lelkesítsék itt a kedves focistákat. Nem lehet azt mondani, hogy verik le magukat és egymást az emberek a lelátón, de akik itt vannak, azok biztos nagyon lelkesek. Hoho, miért rúgott Családi Rihárd kapura? Na de majd a mérkőzésen legyenek ilyen ügyesek. Molnár Zsombor, Családi Rihárdnál a labda. Ügyes.
És kezdődik a gála mérkőzés, kedves nézőink. Most már belefújt a sípjába a bíró is. Egy labda marad a pályán, és hamarosan összecsapnak egymással a Most Média válogatott és a Mézgás szülők. Jelenleg azt látom a két csapaton, hogy a Mézgás szülők azok kimondottan magabiztosak, ott vannak a pályán, látszik, hogy otthonosan mozognak. Nálunk egy picit, hát olyan... Nem is tudom, nem találom a megfelelő jelzőt arra, hogy mit tükröz a csapatnak az összhangja, de reméljük, hogy a pályán majd megtalálják egymást. És felálltak a pályára a csapatok. Ott van Jakó Bence, Cserhalmi Krisztián, Cseke László. Cseke László mellett ott van Csanádi Rihárd, Molnár Zsombor, Széki Jakab, Horváth Szabi és Parrag Zsolt, azaz Pió. A Mézgás szülőknél pedig a 13-as mezt viseli Reiner Péter. Ő áll majd a kapuban. Ott van még Szendrői Roland, Berger Krisztián, Lacó Ferenc, Vajda Norbert, Bánfalvi Balázs, Antal Ferenc Nándor, és még ott van Kujáni István. Nagyon komoly csatakiáltás. Ó, a hideg is kirázott tőlük. Nagyon jó. Nagyon sportszerűek a játékosok. Úgy kezdik akár a nagyok. Jobb térfélen játszik a Most Média válogatott, bal térfélen a Mézgás szülők. Egy kis taktikai beszélgetés a bírók közt. Akkora előnyben vannak ellenünk a Mézgás szülők, hogy 4 cserejátékosuk is van, míg nekünk csupán 2 fiatal ül a pálya szélén, de reméljük, hogy nem lesz semmi probléma. Az erőnlétük jó a játékosoknak, és elég lesz ez a 2 csere is. Elől játszik Parrag Zsolt Pió, illetve Csanádi Rihárd, középpályán Molnár Zsombor, hátul Horváth Szabi, Cserhalmi Krisztián és a kapuban Jakó Bence. Lacó Ferenc kezdi el a mérkőzést. Belefújt a bíró a sípjába, és el is indult a harmadik Most Média válogatott és Mézgás szülők mérkőzés. Már is támadnak a Mézgás szülők, de a Most Médiánál a labda. Jakó Bence keresi a kiszemeltet, kigurítja Csanádi Rihárnak.
Horváth Szabi elpasszolja a labdát, Jakob Bence nagyot véd, ilyeneket nem szabad tévedni, fiúk. Cserhalmi Krisztiánnál a labda, aki nem mellesleg nagyon szeret sportolni és szereti a sportot. Pió lábához egyelőre nem ragad a labda, de a fiatal Molnár Zsombarunk megmentette, majd el is adták újból a mézgás szülőknek. Hoppa, elszállt a labda. Molnár Zsombor. Most pedig Szendrői Roland passzolta tovább. Cserhalmi Krisztián, Csanádi Rihárd szalad a labda után. Középen Parag Zsolt várja. Molnár Zsombornál a labda. Átteszi Piónak. Pió egy erőtlen, gyenge rúgással próbálkozik, de ez nem lesz elég, hogyha gólt szeretnének lőni a fiúk. Reméljük, hogy még mindig csak bátortalanok a mérkőzés elején. Cserhalmi Krisztián fölrúgja a labdát, természetesen. Újból Szendrői Rolandnál a labda, majd Cserhalmi Krisztián hazaadja Bencének. Szabi újból előadja, második eladása. Szabi, el vagy tévedve, mint Ádám anyák napján, te jó ég, Szabolcs! És Molnár Zsombornál a labda, a csapat legfiatalabb tagja, átteszi Csanádi Rihárdnak, Csanádi Rihárd visszateszi Piónak, Pió elveszíti a labdát, és már is támad a mézgás csapat, a mézgás szülők. Szendrői Krisztián éppen Cserhalmi Krisztiánnal harcolt, aki majd továbbadta Molnár Zsombornak, megszerezte a labdát Vajda Norbert, és Jakó Bencénél a kapusnál a labda újból. Rosszul helyezkednek nagyon a fiúk, nem találja Bence, hogy kinek dobja a labdát, és nem is dobja jó helyre. Pió megszerzi valahogy, ó, hatalmasat rúg a kapu mellé. Eltévesztette a labda röppájáját, de már is cserélt a mézgás szülők csapata. Hopp, nagyon szép, Molnár Zsombor támad a kapura, és hatalmasat védnek! Nagyon jó, megtapsolja a közönség. Nem véletlen az sem, hogy ő a csapat legfiatalabb tagja, nagyon jó helyzet kihasználó képességgel és fürge lábokkal rendelkezik, Moli kapitányunk fiacskája. És kirúgás következik, nem kirúgás, szöglet! Molnár Zsombi helyezkedik, Pió a labdát helyezi még. Középre megy a labda és megszerzik a mézgás szülők, Molnár Zsombi! És hatalmas, megint hatalmas esély volt a most média válogatott előtt, nem sikerült kihasználniuk, de most már újból támadnak a mézgás szülők. Antal Ferenc Nándor rugott egyet a labdába, majd elhagyta később a labda a teret. Rúgjuk, drága ember, kispályás teremlabdarúgásban a bedobást. Igen, igen, izgalmas, de innen nem látunk rá, és ha jól látom, kirúgás következik. Igen, Jakóben nem. Rólunk ment ki a labda. Há, erős rugás kapu fölé. A rögbi kapura jó lett volna talán, erre a kicsire itt nem. Jakó Bence kigurítja, Horváth Szabi. Hát bár mondhatnám, hogy kirúgta, de csak valami nagyon hasonló mozdulatot csinált, ami a rugáshoz hasonlít. Pió viszi a labdát, támad fölfele itt a szélén, amit sajnos nem látunk. Átvette Csanádi Rihárd. Ó, jajajajaj, nagyon-nagyon nagyot esett Pió kollégánk, szabadrugás következik. Várja a bíró sípját, és megvan, rárúgja, nem rúgja, Cserhalmi Krisztián fejjel középre teszi, majd a kapus megfogja a labdát. Így Kuján István kirúgta, megint Piónál a labda, Pió, rúgd rá, Pió, kicsit több önbizalmat. Molnár Zsombinál a labda, Zsombi, 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 ne cselezd, rúgd rá! Nem rúgja rá, és elveszítik a labdát újból, újból elveszítik a labdát. Antal Ferenc Nándor viszi a labdát fölfele, már ott van a... Nem tudom, ki a 16-os számot viselő fiatalember, amikor ugyanis az urakkal tárgyaltam az öltözőben, akkor még nem érkezett meg, ezért nem tudom mondani a nevét, de az biztos, hogy igazán technikás. Közben Cserhalmi Krisztiánnak volt egy sikertelen próbálkozása a mézgás szülők kapujára.
de már is támadnak a mizgásszülők. Olyan volt Horváth Szabi, mint egy fóka. Dobjatok neki, halad gyerekek. Olyan szépet fejelt a labdába, hogy öröm volt nézni, komolyan mondom. Újból, hát ez egyértelműen a miénk. Cserhalmi Krisztián. Piónak adja. Pió szintén mindegy fóka fejelt a labdába. Visszaadja, de nincs ott senki, csak a mézgás szülő. Jaj, Szabikám, ilyet nem szabad csinálni. Ez egy szabadrugás lesz. Ugyanis Berkes Zsoltot rendesen Horváth Szabi elkoszálta, és elterült itt előttünk, mint az Anyaszentegyház. És 16-os számmal erős rugás, hatalmas védés Jakó Bencétől, jár a taps Bencének, nagyon jó. Rihárnál a labda, tovább passzol, de ismét megszerezték a játék, a Bánfalvi Balázsnál volt a labda, most pedig Berkes Zsolt bűvöli a labdát, közben oda kerül a labda Antal Ferenc Nándorhoz, rárúgja, de Jakó Bence újból gyönyörűt hárít. Már beszélni sem tudok. Komolyan hop. Igen. Hát egy picit összekeveredett a labdával a kedves szülő. Pió kivitte. Jó, hát akkor ez sem a miénk. Cseréért esedeznek a mézgás szülők kispadon ülő játékosai. Közben Richard megszerzi a labdát. Richard visszapasszolja Cserhalmi Krisztiánnak. Eladja a labdát, de Jakó Bence ott van, nem volt veszély. Horváth Szabi passzolt Krisztiánnak, Piónál a labda, ott van Zsombor a szélén, szép Zsombor, kimegy a lelátóra a labda, de a miénk lesz. Középen Krisztián várja a labdát, ha Zsombor észre, ez az odarúgta, nagyon jó. Krisztián, ő rúgd rá, Krisztián! Hát ez egy gyenge próbálkozás volt. Lehet, hogy inkább a kézilabda vagy a kosárlabda az erőssége Krisztiánnak. Berger Krisztiánnál volt a labda, áttette Ferenc Nándornak. És nagyon beindultak a mostos lányok. Hallatszik az, hogy szurkolnak a pasiknak. Hát öröm hallgatni, kedves nézők. Hát több ilyet szeretnénk a jövőben. Miért csak egy évben egyszer? Molnár Zsombor fejelt, Antal Ferenc Nándor, Berger Krisztián rúgja előre, Horváth Szabi, és elszállt a labda. Még jó, hogy van teteje a sportcsarnoknak, mert eddig valahol a jégcsarnok környékén kellene keresni ezt a labdát. Nagyon heves a játék, Cserhalmi Krisztián hátul nagyon ott van a szeren. Tovább rúgja a labdát, nem tudjuk kinek. De jóvá teszi, mert megszerzi a labdát, Parag Zsolt nem tudja levenni. Hát én nem tudom, hogy van-e alapja a piócának, ugyanis, hogy úgy tapadna a lábához a labda, mint a piócá, de hatalmasat támadtak közbe a mézgás szülők, de Jakó Bencének hát... Sokat köszönhetünk a kapusnak és a... Hát látszik Piona akkor, ő volt az első, aki elfáradt, és Horváth Szabi is leült, helyette pályára lépett Cseke László és Széki Jakab. Tovább rúgják a labdát, szép indítás. A kapusé és kimegy szögletbe. Hát ezt nem volt nézni, mint a Benny Hill Show, olyan volt az a jelenet. Közben Széki Jakab berúgja a labdát, Cseke László és kiszáll a labda messze-messze a közönségre. De egy lelkes kis fiatal srác bedobja a labdát a mézgás szülőknek. Illetve a Most Média válogatottnak, ugyanis nálunk a labda. Középen Cserhalmi Krisztián üresen áll, de nem látják a fiatalok. Viszont látja az ellenség, és oda passzolja a labdát neki. Szép passz. Letette Jakabnak, Molnár Zsombor. És már is fél idő van.
nagy hévvel, de leérkeztünk a pályára. Pio, te vagy itt a rangidős, a legidősebb. Azt mondják, illetve el is mondtam az imént, hogy az a legenda járja, hogy te azért lettél Pio, mert hogy annyira tapad a lábadhoz a labda, mint a pióca. Ezt még nem bizonyítottad be, te hogy látod? Hát ezt még eddig sajnos nem sikerült bebizonyítani, de inkább én tapadok a labdára, mint a pióca, mint a labda rám. Sajnos így van most. Úgy gondolom, elég jó a mérkőzés. Futni azért kell sokat, csúszik a pálya, jó az ellenfél. Szabi, tegnap ünnepelted születésnapodat, úgyhogy ez most egy gála mérkőzés a tiszteletedre. Volt egy-két érdekes fejesed, hogy én fókához hasonlítottam ezt a... Te hogy érzed magad a pályán? Igen, én nagyon jól érzem magam, nagyon jó a csapatmunka, úgy gondolom, és külön köszönet a szurkolótáborunknak is, hiszen nélkülük nem lehetne meg az a flash, az a hajtás, ami amúgy is megvan szerencsére, én úgy látom. Köszönöm szépen, Molnár Zsombort keresem. Zsombi, te vagy a legfiatalabb a csapatban. Hogy érzed magad a sok idős bácsi mellett? Hát nem bácsik, de jól érzem magam, nagyon jó. Csapat is. Jó, nagyon jó. Mit vártok a második félidőtől? Én most őszintén mondom, te remekeltél a legtöbbet így az első félidőben, nagyon ügyesen mozogtál. Hogy mit vársz a második félidőtől? Köszönöm szépen, és hát egy-két gólt számunkra persze, mert kell az a trófea mindenképpen. Most már jó lenne megszakítani ezt a sorozatot, az első két mérkőzést kikaptátok a mézgás szülőktől, sok sikert, de kérdezem őket is. Jó napot kívánok! Na, milyen volt az első fél idő? Levegő hiányos, nagyon szűk a levegő, nagyon-nagyon. Na és nagyon erős az ellenfél, rutinosan játszanak, kicsit nem azt mondom alattomosan, de van egy-két volt, de nagyon jó. És milyen a csapat, hogy álltak össze önök, mit gondolnak? Látják egymást a pályán, jól mozognak? Nem látjuk egymást egyáltalán. Van, aki véletlenül először találkoztam, de nagyon örülök egy jó kollektíva. Köszönöm szépen, sok sikert a második fél időhöz. Közben idejöttem a Most Média válogatott szurkoló táborához is. Tünde, mit lehet tudni ennek a mérkőzésnek a múltjáról? Mikor indult ez a mérkőzés, ez a mondhatni most már hagyománnyá vált sportesemény? Hát harmadik éve vívják a csatájukat a fiúk, és bármennyire is szeretnénk arra emlékezni, hogy nyertünk egyik alkalommal is. A statisztikák azt mutatják, hogy nem, de most 0-0 az állás, úgyhogy nagyon bizakodóak vagyunk, ebből még akár győzelem is lehet. Köszönöm szépen, jó szurkolást és jó mérkőzést kívánok! Közben én elindulok vissza a helyemre, ugyanis a második félidő is kezdődik hamarosan. És a második félidő 0-0-al folytatódik, én meg lihegek, de ezért nem focizom, kedves nézők. Tehát egy 20 méteres szaladástól elfáradok. Jakó Bence keresi az ideális partnert, akinek kidobhatná a labdát. Közben Cseke László indítja Csanádi Richárdot. Molnár Zsombi próbálkozik, de inkább az eredmény jelzőtáblát találta el sem, mint a kaput. Újra a mostosoknál a labda. Széki Jakab cselezett egy bravúrosat, majd a mézgás szülők szurkoló tábora rendesen beindult, kedves nézők. Már a saját hangomat sem hallom. Közben a kapu közelében a labda. Vajda Norbert kitette a szélre. És egy sikertelen, nagyon sikertelen próbálkozás. Nagyjából négyszer ilyen széles kellene legyen a kapu ahhoz, hogy eltalálja ez a lövés. Jakó Bence Csanádi Richárdnak passzolja a labdát, aki fölrúgja, de nem talál célpontot, fogalmazzunk így. Berger Krisztiánnál a labda,
Szendrői Roland. És a mostosok megszerzik és eladják. Hát ez rövid volt a labda pálya futása. Cserhalmi Krisztián, Molnár Zsombor szalad a labda után, de ott azt a milyen beszólás volt onnan. Rendesen megijedtem, de hát ilyen szurkolók kellenek, kedves nézők, aki bátorítja a játékosokat rendesen. Bence felrúgja és eladja egyúttal. Hát ebben a félidőben a mostos fiúknál nagyon-nagyon ritkán volt a labda, és gyönyörű szép rugás és védés. A védést ezt Jakó Bence mutatta be. Hát ez a rugás nagyon elszállt. Pio. Pio. Molnár Zsombi. Megmentette a labdát. Nincs. És kivezették szépen lassan. A miénk. Molnár Zsombi végzi el a szögletrúgást, majd a mézgás szülők, hát én nem is látom, hova rúgják, és visszajön Széki Jakab, fejjel egyet, de ezt a kapus problémamentesen hárította. Antal Ferenc Nándor középen, 16-os ismeretlen nevű fiatalember, aki nagyon aktív a pályán, és Vajda Norbert rárúgja, ó, hatalmas csel! Nagyon szép. Egy kis lelkesedés kellene a Most Média csoport játékosainak. Ó, nagyon szép fejes. Pont a kapus közepébe. Közepébe, kapu közepébe, a kapus ölébe. Antal Ferenc Nándor odapasszolt a Vajda Norbertnek. Vajda Norbert középre teszi Bánfalvi Balázsnak. Ne féljetek a labdától, fiúk! Pió hazafejeli, Bence megfogja, Cserhalmi Krisztiánt célozza meg a labdával, de a kapus újból fog. Az apró rövid passzokra kellene talán építeni a fiúknak, mert ezek a magas kidobások nem túl célra vezetőek, mint ahogy azt a mellékelt ábra mutatja. Cserhalmi Krisztián nem tudja elvinni, a kapus rúgja ki. Széki Jakab, majd eladják a labdát, Pió visszaszerzi. Lepasszolja Krisztiánnak, Krisztián középre, de nem jó, nincs a bal szélen senki. Hát, fiúk, fiúk, mi lesz itt? Mi lesz itt, fiúk? 16-ost kell a legjobban védeni, fogni, mert nagyon aktív, és még előbb-utóbb megrúgja a gólt, amit oly nagyon várnak a mézgás szülők már. Adott egy stoppot Cseke László a labdának, majd fölrúgták a labdát is. Horváth Szabi felállt a pályára, a legfiatalabb Molnár Zsombor helyett rárúgja, gólt rúgnak! Mondtam én, hogy a 16-os számot kell védeni. Hát hatalmas gól, hát itt Bence szegény. Hát igen, ha így csináljuk tovább ezt, akkor nem lesz vége ennek a sorozatnak, és a harmadik mérkőzést is kikapjuk. Vészesen telik az idő, vészesen. Hatalmas rugás újból a 16-ostól. Közben támad a Most Média csoport. Cseke Lászlónál a labda, mi volt? Történt valami, de én nem láttam, hogy mit fújt a bíró. Szabad rugás. És újból ez a veszélyes 16-os. Nem teljesen volt veszélytelen, de nem kerül be a statisztikába ez a rúgás. Üres, nem jó, nem jó. Nincs ott védő. Cserhalmi Krisztián kimenekül a labdával. Széki Jakab indul jobb szélen. Krisztián egy cselt csinál, rárúgja, hatalmas rúgás, nagyon szép. És a közönség is tapsol, kedves nézőink. Közben a mézgásoknál a labda, Pió igyekszik, jó, jaj, elszállt a labda, mint az Apollo 13. Cserhalmi Krisztián újból,
Piónak teszi, középre Pior, nem rúgja ró, Jézus Máriám! És egyből előnyt szereznek, Bence rámegy. Cserhalmi Krisztián újból, Krisztián kicsit gyorsabban, kicsit mind a élnél, drága ember. Ez az, átszalad a labdán a 11-es számot viselő játékos a Mézgás szülők csapatából. Krisztián próbálja visszaszerezni. Szalaj, Jakab. Ott van középen Pió. Hát, ha jól látom, még 2 perc van a mérkőzésből, és egyáltalán nem áll jól a most médiacsoport válogatott szénája. Sorfalatának Pió rárúgja, megszerzik, támadnak a Mézgások. Gyereki Bence, rúgd el! Elrúgja, szót fogadott Bence. Jó van. Bánfalvi Balázsnál a labda, legfiatalabbunk, Molnár Zsombor szembe ment vele, de újból támadnak a Mézgás szülők, eddig tartott. Hát ez nagyon-nagyon el vagyok keseredve, de nem szabad megadni, fiúk, nem szabad feladni, fiúk. Másfél perc még mindig van a mérkőzésből, meg kell ezt csinálni, legalább az egyenlőt. És ott van, Széki Jakabnak passzol, Széki Jakab átveszi, és kiviszi, a fene egye meg. Nagyon nehéz, hogy nem mondjak csúnya szavakat, de meg tudom állni valahogy. Ilyet nem szabad csinálni, fiúk, te jó ég, mikor fociztak ezek a gyerekek? Gyakrabban kellene összehozni egy-egy mérkőzést. Ott van megint Richardnál a labda, Richard rárúgja. És hát javította a statisztikát, de a mérkőzés állása továbbra is ugyanaz marad. Ó, Horváth Szabi milyen mentett azt a mindenit. Hopp, és kiszáll a labda ide mellénk. Majd folytatódik a mérkőzés. Molnár Zsombi ügyesen elvette. Bence a kapuban. És földobja a labdát Piónak. Pió pedig csak hajtja, mint zinger a varrógépet, de annyival marad vele. Ó, és szöglet. Szép. Végre volt egy kicsit komolyabb támadással most média válogatottnak. Molnár Zsombor középen üresen várja a labdát. Fürge fiatal, és nem kapja a labdát. Hát te jó ég! És lejárt a mérkőzés. A most média válogatott újból alul maradt. És hát most már összesítésben 3-0-ás a Mézgás szülők javára, de örüljünk annak, hogy csak egy gólt kaptunk. Úgyhogy a Mézgás szülők, illetve édesapák, kedves feleségei és gyerekei most örülhetnek, mert újból sikerült lemosni a pályáról a világos zöldeket, a most média válogatottat. Sportszerűen kezet fognak egymással a csapattagok. Majd elmennek pihenni. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak a gála mérkőzésen, ahol a most média válogatott 1-0-ás vereséget szenvedett el a Mézgás szülőktől. Itt a program még folytatódik a 21. Mézgapexnek farsangi labdarúgó kupán a sportcsarnokban. Ha szeretik a focit, nyugodtan kijöhetnek, és nyugodtan szurkolhatnak kedvenceiknek, fiataloknak, időseknek, a labdarúgás szerelmeseinek. További kellemes hétvégét, kellemes szombat délutánt kívánunk önöknek. Érezzék jól magukat. Viszontlátásra!